MOHU 2023. július 1-i indulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy néhány éven belül a vásárlók az italcsomagolások, mint például a palackok, alumíniumdobozok és üvegek legalább 90%-át visszaváltsák. Ez a cél nagy kihívást jelent, de a nemzetközi tapasztalatok alapján az első évre 70%-os visszaállási arányt tűztek ki, amely napi szinten 6-7 millió palack visszaváltását jelenti. Szeptember elejére már sikerült elérni a napi 6-7 millió visszaváltást, ami az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A visszaváltási rendszer használata egyszerű és többféle módon is elérhető a vásárlók számára, mondta el Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. A legnépszerűbb opció az, amikor a vásárlók az automatába bedobott palack után egy bónuszt, azaz egy vouchert kapnak, amelyet az adott boltban vagy bolthálózatban levásárolhatnak. Ezzel a módszerrel augusztus közepéig a vásárlók 6 milliárd forintot vásároltak le. Egy másik, Magyarországon egyedülálló lehetőség, hogy a visszaváltási díjat közvetlenül a bankszámlára utalják, amelyhez a felhasználónak regisztrálnia kell egy applikációban. Ebben az esetben a visszaváltásért járó összeg 30 másodperc és 1 perc között jelenik meg a számlán. Ezen kívül lehetőség van arra is, hogy a visszaváltási összeget jótékonysági célra ajánlják fel. Itt három gyerekgyógyítással foglalkozó kórháznak lehet adományozni az összeget. Azt látjuk, hogy ez most itt szeptember elejére körülbelül 40 millió forint, és ez is folyamatosan fog nőni. A legnépszerűbb visszaváltási megoldás a hazai visszaváltóknál a voucher. Ezt követi egy ilyen 10-15% szereti applikáción egyből magának utalni, és egyelőre még kevesen, mondjuk egy ilyen 0,4-0,5% az, aki jótékony célra adja. A szóvivő hozzátette, a visszaváltási rendszer egyre népszerűbb Magyarországon, jelenleg mintegy 3300 ponton érhető el. Ozoli Gábor úgy látja, különösen fontos a boltok számára, hogy lehetőség nyílik a visszaváltásra, mivel ez vonza a vásárlókat. A legnagyobb boltok számára kötelező visszaváltó automatát telepíteni, de a kisebb boltok esetében ez önkéntes. A MOHU arra ösztönzi a 200 négyzetméternél nagyobb boltokat, hogy telepítsenek ilyen automatákat. A kisebb boltok számára pedig a kézi visszaváltás lehetőségét kínálják fel, amely során az összeg levásárolható a boltban. Mármint egy 1000 kisbolt csatlakozott a rendszerhez, és ez a szám várhatóan tovább növekszik. A MOHU-nak nagyon fontos az, hogy ahol van automata, ott az automaták környéke tiszta legyen. Az automatákat rendszeresen ürítsék, mondjuk, hogy ne legyen az, hogy mondjuk áll az automata és fennakadás van. Mondjuk bezárják az ajtaját. Tehát, hogy ezért a boltoknak minden egyes palack után a MOHU kezelési díjat fizet. És a kezelés, a mindennapi kezelés, működtetés az a boltok feladata. Úgyhogy, ha valahol azt látjuk, hogy éppen nem megy az automat, akkor bátran szóljuk a bolt munkatársának, és ő segíteni fog nekünk. A szóvivő hozzátette, a MOHU visszaváltási rendszer jól halad Magyarországon, és reális célnak tűnik az, hogy 3 éven belül az italcsomagolások 90%-át visszaváltsák.